Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben ez alkalommal vendégem Barta Nikolett, a Bridge Business School vezetője. Szervusz! Szia! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon nagy aktualitás van nálatok, hiszen táboroztattok ezerrel, na de nem mindennapos témával készültök, egészen a kicsiktől, a kicsit nagyobbakig, egy egészen erős témával, hiszen a vállalkozás rejtelmeibe vezetitek be őket. Mesélj nekünk a kezdetekről, honnan jött az ötlet, hogy ilyen tematikával keresétek meg a gyerekeket, na meg a szülőket. Így van, hát körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel foglalkozni. A Bridge Business School, ez a Bridge Budapest és a Logi School közös projektjeként jött létre a tavalyi évben. És hát az ötlet az onnan jött, hogy a Bridge Budapest évek óta foglalkozik vállalkozói mentalitás fejlesztéssel, próbálja megmutatni azt, hogy ebben az országban igenis lehet tisztességesen vállalkozni, hogy léteznek fehéren működő, nagyon szuper vállalkozások. Inspiráló történeteket oszt meg így országszerte különböző cégeknek a példáit mutatja be, és hozza közelebb az emberekhez. A cégek mennyire nyitottak erre? Nagyon nyitottak, sőt, egyre nyitottabbak, és egyre többen szeretnének ténylegesen átláthatóan tisztán működni, és ez számunkra ugye nagyon nagy öröm, és nagyon jó ilyen példákat bemutatni, és erre inspirálni másokat is. És a Logi School pedig most már 4-5 éve foglalkozik azzal, hogy élmény alapú táborokat szervez gyerekeknek 6 éves kortól egészen 17-18 éves korosztályig. Ők elsősorban számítástechnikai, informatikai területen szerveztek eddig táborokat, Minecraft, kodú, videóvágás, ilyesmi. És a tavalyi évben egyszer csak jött az ötlet, hogy hát akkor miért ne csináljunk valami olyan típusú tábort kifejezetten gyerekeknek, ahol egy kicsit jobban bemutatjuk nekik ezt a világot, közelebb hozzuk őket ahhoz, hogy mit jelent vállalkozónak lenni, mit jelent az, hogy vállalkozás, hogy egyáltalán hogyan lehet egy ötletből, csapatmunkával eljutni mondjuk egy terméknek a bemutatásáig. És akkor így megálmodtuk ezt a programot, és 6-7-es kurzusok formájában, illetve nyári táborok formájában képzeltük el ezt el. Az őszi fél év az egy ilyen kísérleti időszak volt, ott kipróbáltuk, hogy egyáltalán ez hogy működik a valóságban élő gyerekekkel, ugye nem csak papír, és nem csak a mi fejünkben, és aztán tavasszal szintén voltak kurzusok, és aztán nyáron pedig berobbant gyakorlatilag ez a program, és most már országszerte 25 helyszínen tartunk ilyen táborokat, ugye a Logi Schoolnak a partnerhálózatának köszönhetően, és óriási élmény a gyerekeknek, nagyon szeretik a szülők is, nagyon pozitívak a visszajelzések, úgyhogy biztos, hogy folytatni fogjuk a jövőben is. Milyen volt a kezdet? Mesélj egy kicsit erről, az őszi kezdet, amikor valóban ott voltak az élő gyerekek, és figyeltek rátok. Hogyan tudtátok továbbadni ezeket a fontos információkat, amik sokszor szerintem még a felnőtteket is igencsak elgondolkodtatja? Igen, az őszi szünetben szerveztünk pont egy 5 napos tábort, és nagyon sok szülőnek nagy segítség volt az, hogy nem kellett azon gondolkodni, hogy az őszi szünetben hová tegye a gyerkőcét, hanem egy nagyon érdekes programra tudta így beíratni. Mert hogy ezek napközis táborok. Mert hogy ez egy napközis tábor, így van, és nagyon nagy élmény volt szerintem nekünk is, illetve hát az oktatóknak is. Mi elsősorban egyetemista oktatókkal dolgozunk együtt, pontosan azért, mert ők korban azért így közelebb állnak hozzájuk, nagyon jól értenek a gyerekek nyelvén, és nagyon jól át tudják adni azokat az információkat, amiket ugye mi szeretnénk. Eléggé alapos felkészülésben részesülnek ezek az oktatók, tehát online tananyagok vannak, videós kurzusok, élő felkészülési pedagógiai tréningek, Skype-os konzultációk, tehát tényleg igyekszünk minden segítséget nyújtani nekik annak érdekében, hogy amikor majd oda kerülnek a gyerekek elé, akkor magabiztosan és minden tudás birtokában tarthassák ezeket a foglalkozásokat. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek 3 órás képzések. Tehát az elején, mondjuk a táborokról, de egyébként a kurzusoknál is ez így néz ki, ott a csapatépítésről szól az egész, házi rendet például közösen alkotják meg a gyerekek, tehát nem egy felülről jövő valamit szeretnénk, hát úgymond lenyomni a torkukon, hanem közösen kooperálva hozzuk létre azokat a szabályokat, amiben mindenki jól tud együttműködni, együtt dolgozni. Aztán utána szépen lassan átkanyarodunk a vállalkozók, vállalkozások világába, megismertetjük őket ezekkel az alapfogalmakkal, hogy mit jelentenek ezek,
és aztán pedig kicsit így foglalkozunk a pénzzel, az árral, a piaccal, akkor meghatározásra kerül az, hogy milyen terméket fognak a gyerekek kialakítani, kitalálni. Most egyébként két tematika mentén dolgozunk, az egyik a csokoládé vállalkozás, a másik pedig a játékkészítő vállalkozás, és ebben a két tematikában vagy témakörben lehet a csapatoknak kitalálni, hogy akkor pontosan ők mit szeretnének így ezen belül csinálni. És akkor miután megismerkednek a piaccal, a piaci alapfogalmakkal, elég sokat foglalkozunk pénzügyi tudatossággal is, erre is gyakorlatilag egy egész napot szentelünk. Utána folyamatosan kicsit a stratégia felé, illetve a kreatív folyamatok felé, a prototípus gyártásra kanyarítjuk őket rá, aztán pedig a kommunikációra, tehát hogyha már van egy elképzelés, egy ötlet, akkor az hogyan kommunikálható online, illetve offline a külvilág felé. Aztán pedig a hét az egy prezentációval zárul, ahová a szülők is hivatalosak, és akkor ott a kis csapatok prezentálják az ő ötleteiket, hogy mire jutottak a hét során. Ez nagyon izgalmasan hangzik. Mennyire volt nehéz összetenni ezt a fajta tematikát, hogy kiválogassátok azt, hogy miről van szó. Nyilván a játékkészítés és a csokoládégyár jól hangzik egy gyerek számára, de ezt az öt napot mennyire volt nehéz összerakni fejben, hogy ez a valóságban jól tudjon működni? Azt gondolom, hogy egy elég tapasztalt csapat állt össze, és alkottuk meg ezt a tananyagot, ezt a tematikát. Próbáltunk a való életből példákat meríteni, és nem száraz elmélettel traktálni a gyerekeket, hanem minél játékosabb formában rávezetni őket az egyes elemeknek a fontosságára. És igazából azért szerettük volna ezt egy ilyen folyamatként megálmodni, hogy mert azt gondoljuk, hogy a jövőben a projektalapú gondolkodás például egy olyan készség lesz, ami akár a gyerek alkalmazottként helyezkedik el, akár vállalkozóként, ez egy nagyon fontos dolog lesz, amit így jó, hogyha minél hamarabb elsajátít. És próbáltunk olyan készségeknek a megismertetésére, az elsajátítására is fókuszálni, amiről azt gondoljuk, hogy a jövőben szintén nagy hasznukat veszik majd. Hogy nem feltétlenül szeretnénk mindenkiből vállalkozót képezni, nem ez a tábornak a célja, hanem inkább, hogy olyan dolgokat próbáljanak ki, amikről sokszor az iskolában nem esik annyi szó. Például, hogy hogyan kommunikálnak, hogyan dolgozzanak együtt egy csapatban, hogyan lehet egy célért előre menni, és így előre vinni a csapatot, hogyan lehet kooperálni ugye másokkal, hogyan lehet az ők is ötletüket, ami a fejükben megszületik, azt elmesélni a nagyvilágnak, bemutatni, prezentálni. Ugye a prezentáció is egy olyan dolog, tehát én például egyetemistaként kerültem először olyan helyzetben, amikor nekem prezentálnom kellett mások előtt, és ezért az egy kihívás. Ott van rengeteg olyan dolog, amire figyelni kell, és nem biztos, hogy 18-20 évesen a legjobb, hogyha az ember egy ilyen helyzetbe kerül, hanem miért ne kerülhetne már sokkal fiatalabban egy ilyen helyzetbe. És a gyerekek egyébként elképesztően élvezik ezeket a kihívásokat. Nagyon sok olyannal találkozunk, akik kicsit introvertáltabban érkeznek meg hozzánk, kicsit zárkózottabbak, és aztán ahogy így megyünk előre, és az oktató amennyire bevonja őket ezekbe a gyakorlatokba, meg látják azt, hogy hát másoknak, hogyha van bátorságuk kiállni, és mondjuk egy rögtönzéssel kapcsolatos gyakorlatot megcsinálni, akkor nekik is van bátorságuk, és ők is oda mernek állni, és ilyen nagyon szép fejlődési íveket is látunk a hét során. Volt-e bármiféle olyan tapasztalat, amit a gyerekeknél tapasztaltatok, hogy olyan gondolat ébredt fel bennük, olyan ötleteket osztottak meg veletek, ami akár titeket is meglepett? Hát mi mindig meglepődünk a gyerekek kreativitásán, tehát bámulatos ötleteket tudnak előhozni. Tehát olyan szlogeneket, ugye ők az arculati elemeket is ők maguk tervezik meg, és álmodják ki, és találják ki. Tehát, hogy volt például a téli szezonban egy olyan csapat, aki egy ilyen, hát a karácsonyi szezonban szerette volna piacra dobni a csokoládé termékét, és ők azt a szlogent találták ki, hogy a Mikulás is nálunk vásárol, és ők a prezentációra, ja igen, hát ilyenkor ugye nincs lehetőségünk ott helyszínen elkészíteni ezeket a csokoládékat, de nagyon sokan otthon a szülőket bevonva, vagy a nagyszülőket bevonva készítik el ezeket, és hoznak kóstolót már a kézbemutatóra. És voltak olyanok, akik tényleg konkrét csokoládi házat
csináltak meg otthon, és aztán azt hozták be a pénteki prezentációra, a bemutatóra, tehát teljesen le voltunk. De micsoda érdeklődésről tesz ezt a bizonságot. Abszolút, abszolút. És az is nagyon érdekes, hogy például ugye beszélgetünk arról, hogy hogyan kerül egy termék ára meghatározásra, hogy miket kell figyelembe venni ilyenkor, és nagyon jól ráéreznek erre az egész árazásra, meg arra, hogy a pénznek az értéke, vagy az, hogy a bevétel és kiadás között mi a különbség, vagy oké, akkor az, hogy anyának honnan van pénze arra, hogy megvegye nekem a boltba azt a csokoládét. Tehát egy csomó olyan felismerésük van szerintem ezekben a folyamatokban, ezek alatt a képzések során, amik így kicsit a való életben segítenek nekik megérteni dolgokat, és hát sajnos az iskolában nem igazán beszélgetnek róluk. Célja a tábornak az, hogy ezt a fajta pénztudatosságot minél hamarabb ki tudjuk alakítani a gyermekekben? Mert egy 6 éves talán nem feltétlenül gondolkodik el ezen. Maximum otthonról mit hallhat, hogy kisfiam, ezt majd karácsonyra. Ez azért nagy ajándék. Tehát, hogy a pénzről ilyen szinten talán lehet fogalmuk, mennyire tartjátok ezt egészségesnek, és mennyire tartjátok fontosnak, hogy pénztudatosan neveljük a gyerekeket? Mi ezt abszolút fontosnak tartjuk, mert ez hozzátartozik a tudatosságra való nevelésre, hogy a tudatos felnőtté váláshoz szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Én például kicsit sajnálom, hogy nem hamarabb kerültem kapcsolatba ezzel a világgal, hogy nekünk nem tanítottak ilyesmit, mert nagy hasznát vettem volna, hogyha már nem akkor tudatosul bennem egy csomó dolog, amikor mondjuk elköltözöm az egyetem miatt otthonról a szüleimtől, és akkor értem meg a pénznek a jelentőségét, hanem sokkal hamarabb, úgyhogy mi erre azért így igyekszünk elég nagy hangsúlyt tenni. Ugye fontos, hogy nálunk 8-tól 12-13 éves korosztályig érkeznek a gyerekek, tehát ez a nagyon picikkel, a 6 évesekkel még nem foglalkozunk, de a 8-9 éveseknek is nagyon jó meglátásaik vannak a téma kapcsán, és nagyon sok videót használunk, mint tananyag, amik még inkább segítik ugye a megértést, és nem pedig egy ilyen száraz folyamaton visszük őket végig. Az oktató gyakorlatilag inkább moderátorként segíti az ő együtt gondolkodásukat, sok olyan témáról beszélget velük, amik nem tantermi keretek közé helyezik az egész oktatási modellt, hanem ténylegesen élményszerűvé teszik azt. Említetted, hogy ez a táboroztatás a beszélgetésünk elején országossá nőtte ki magát. Ez bőven jelenti azt is, hogy erős aktualitása van annak, hogy épp Szentendrén ülsz velem a stúdió beszélgetésünk alkalmával, hiszen Szentendrére is ellátogat ez a tábor, ha jól tudom, 2 turnusban. Az egyik turnus már be is telt, és itt a válasz arra, hogy nem csak ti tartjátok ezt fontosnak, hanem mi szülők is. Hogy fog kinézni ez Szentendrén? És egy nagyon fontos dolog a táborral kapcsolatban, amikor megkaptam a sajtóanyagot hozzátok, az olvasható, hogy hátrányos helyzetű fiataloknak hoztátok ezt létre. Ez valóban így van? Így van, nekik is. Mi abban hiszünk, hogy vállalkozónak nem kell születni, hanem azzá válhat gyakorlatilag bárki kemény munkával és kitartással. És idén nyáron 200 hátrányos helyzetű gyermeket tudunk országszerte teljesen ingyenesen támogatni, és lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy részt vegyenek ezekben a táborokban egy céges partnernek köszönhetően. De mellettük azért még vannak nagyon sokan, akik megtehetik mondjuk azt, hogy egy ilyen táborba eljönnek. Tehát igazából mind ezek a két... vegyes csoportok? Ezek abszolút vegyes csoportok. Igen, nekünk nagyon fontos az, hogy vegyesen legyenek ezek a gyerekek, hogy megismerkedjenek a másik világával, hogy ők együtt tudjanak dolgozni és létrehozni valami nagyon klasszat. És meglepő módon, teljesen jól működnek ezek a vegyes csoportok. Tehát nincs, pontosan azért, mert nagyon hamar leszögezzük a hét elején, és az oktatók erre fel vannak készítve, hogy itt nem az az érték, hogy milyen van valakinek, hogy milyen telefonja, hogy milyen laptopja, hanem hogy milyen értékeket képviselő, mint ember, hogy hogyan gondolkodik, hogy mi számára fontos, és teljesen máshonnan indul így egy közösség, teljesen máshonnan indul így egy gyerekcsoport, mint hogyha azt számítana, hogy akkor milyen márkájú telefonja van a másiknak. De Niki, akkor az egész tábor mondhatni egy erős gondolkodásmód változtatásra épül? Abszolút. Abszolút, nekünk ez célunk, igen. És hogy ne csak a gyerekek gondolkodjanak el ilyen kérdéseken, hanem aztán mennyire klassz az, amikor hazamennek, és a szülőkkel együtt beszélgetnek olyan dolgokról, amik lehet, hogy addig még fel sem merültek.
Nagyon izgalmasan hangzik. Mesélj egy kicsit nekünk a Szentendrei táborról, hogyha igen, kérhetlek erre. Hogy fog ezt kinézni nálunk helyileg? Hol lesztek? Milyen turnusokban lehet erre ezen részt venni? És hogyha van még lehetőség, ugye nem az első, ami 13-án kezdődik, augusztus 13-ától, ha jól emlékszem, augusztus 27-e. Igen. A következő időpont, oda hány férőhelyetek van még? Igen, hát most pontos létszámot nem tudok, hogy hány férőhely, de vannak még szabad helyek, lehet oda jelentkezni, igen, a 27-i táborba. A 13-ai héten pedig két turnust tudunk elindítani, lesznek a kisebbek, tehát az ilyen harmadik, negyedikesek, és az ötödik, hatodikosok, tehát így tud elindulni 12-12 fővel, gyakorlatilag telt házzal. Iskolákkal együtt működtek egyébként? Abszolút, igen, és ez helyileg a Szentendrei Logi School iskolában lesz. Uh-huh. És akkor ott már szépen megtelt. A két turnust, ezt hogyan képzeljük el? Tehát ez is napközis tábor, igen, van kisebbeknek szóló, nagyobbaknak szóló, és ez a 13-ai hét. Így van, és felépítés tekintetében a 27-ei is teljesen ugyanolyan lesz, mint a 13-ai. A gyerekek a nap egyik felében ugye tanulnak, és részt vesznek ezeken a foglalkozásokon, és a nap másik felében pedig különböző szabadidős tevékenységekben vesznek részt. Nyilván a tábor logikája ugyanazon a gondolatmeneten halad ősszel, tavasszal, nyáron. Hogy néz ki nálatok a nyár utáni időszak? Egyfajta összegzés következik, és az dönti majd el, hogy hogyan tovább a táboroztatásokat illetően? Igen, hát mi most ugye tekintve, hogy első évben csináltuk ezt, és ez volt az első nyár, azért erre nagyon rákészültünk, és nagyon, nagyon ez volt fókuszban most az utóbbi fél évben, hogy ez a nyár ez hogyan fog alakulni, hogy milyenek lesznek a visszajelzések, hogy hány gyerkőc tud egyáltalán részt venni ezekben a hetekben a business schoolban, és aztán most valószínűleg egy összegzés kezdődik, és elkezdjük tervezni a továbbiakat. Nagyon szeretnénk céges partnerekkel együttműködni, és még több, tehát nem csak 200 hátrányos helyzetűnek, hanem 2000 hátrányos helyzetű gyermek lehetővé tenni az ezeken a foglalkozásokon való részvételt, és aztán pedig hát tavasszal szerintem elkezdünk rákanyarodni a jövő nyárra, és akkor még kibővíteni ezt a hálózatot, még több partnert bevonni, még több gyereket bevonni. Tehát ugye elég nagy terveink vannak, szeretnénk külföldre is kicsit terjeszkedni és megjelenni. Úgyhogy vannak tervek bőven, szerintem szeptember elején kiderül az, hogy például az őszi turnus az hogyan alakul, hogy ősszel melyik iskolákban lesznek esetleg táborok, és hogy a kurzusok azok mikor indulnak, amiket szintén országszerte szeretnénk csinálni. Mi a tapasztalatotok? Tábor, én is, amiatt a nyár van, folyton táborokról számolok be a kedves nézőknek. Nagyon sokféle tábor van, és azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak vagyunk mi szülők is arra, hogy a gyermekeink napközis táborokban vegyenek részt. Na de beszélhetünk sporttáborról, főzőtáborról, vágótanfolyamokról, ugye a média a gyerekeket is egyre inkább érdekli. Na de mi a ti tapasztalatotok az ügyben, hogy a gyerekek számára a szülők mennyire tartják erősnek ezt a témát? Én azt gondolom, hogy mivel ez egy nagyon új téma, és mint minden új program, azért nem az első év a legerősebb mondjuk valószínűleg, mert hogy kell egyfajta edukáció, tehát meg kell értetni a szülőkkel azt, hogy miért fontos ez, hogy itt nem akarunk ténylegesen mindenkiből vállalkozót csinálni, nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy olyan dolgokról, olyan témákról beszélgessünk a gyerekekkel, amik azt gondoljuk, hogy fontosak, és kevesebb hangsúly esik a közoktatásban ezekről, másfelől pedig, hogy olyan készségeiket fejlesszük, ami a jövőben fontos lesz, mert hogy egyre inkább arra halad a világ. Ugye most nemrég készült egy felmérés, ami azt mutatja, hogy 10 óvodáskorú gyerekből 8-nak a munkája, az gyakorlatilag még nem is létezik ma, mert hogy egyszerűen nincs még olyan szakma, és hogy ugye nem tudjuk őket felkészíteni olyanra, amiről nem tudjuk, hogy mi lesz, viszont tudjuk azokat a készségeiket fejleszteni és építeni, amelyekre ők tudnak majd támaszkodni, bármerre alakul a világ, és ezért eléggé olyan irányban kezdünk elmenni, ahol a technológia, az informatika, a pénzügyi alapismeretek, a programozási nyelvek, ezek mind nagyon fontosak, és ugye az idegen nyelvek. Tehát én azt tapasztalom, hogy a szülők is
elsősorban ezeket a táborokat részesítik előnybe, a sporttáborok azért még nagyon népszerűek továbbra is, de hogy már azért, aki megteheti, egy-egy ilyen jellegű táborra beiratja a gyereket, hogy megnézze, hogy mennyire érdekli őt egyáltalán ez, hogy mifelé orientálja majd a jövőben. Szerintem nagyon klassz, hogy ennyire sok oldalú most már a táboroztatás, hogy nem csak 2-3 féle típusúból lehet válogatni, hanem gyakorlatilag nem is tudom, 30-40-50 különböző típusú táborból. Szerintem ez a jövőben még erősebb lesz, és szerintem a szülők is egyre nyitottabbak arra, hogy a gyerekek kipróbáljanak valami újat, valami mást, és valami olyat, ami őket fejleszti és építi. A kedves televízió nézőknek elmondhatom, hogy most találkoztunk először így a stúdió beszélgetésünk alkalmával, de vezetőként úgy látom, hogy abszolút benne van a szíved, a lelked ebben a munkában, és óriási lendülettel tudsz erről beszélni. Neked mit ad ez a munka, amikor láthatod, hogy sikeresen tovább tudjátok adni a gyerekeknek azt, amit ti Skype-on, háttérben, otthon, kávé közben terveztek, szerveztek, hogy ez egy óriási segítségnyújtás. Mit ad ez neked személy szerint? Hát nekem személy szerint ez egy különösen fontos projekt, és maga az oktatás és a fiatalok fejlesztése, gyerekek és fiatalok fejlesztése, az egy óriási szívügyem. Tehát azt látni, hogy sikerélményként élik meg azt, amit mi megálmodunk és kitalálunk, az, hogy élvezik, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, engem ezek nagyon feltöltenek, és az, hogy tehát azt látni, hogy van értelme a munkámnak, hogy van eredménye, hogy másoknak is tetszik, ez engem így nagyon-nagyon hajt, és nagyon éltet, és én ezt nagyon szeretem. És ugye nem csak ezekkel a korú gyerekekkel foglalkozom, hanem középiskolásokkal is, és ott is ugyanezt látom, hogy egy kicsit másabb fajta figyelemmel fordulunk feléjük, hogy egy kicsit hagyjuk őket kilépni a keretek közül, a szokott keretek közül, hogy lehetőségeket adunk nekik, hogy az ő nyelvükön próbálunk kommunikálni, az egészen elképesztő dolgokat tud belőlük kihozni, úgyhogy engem ezek a sztorik éltetnek gyakorlatilag. További sok sikert kívánok neked ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. És akkor így a műsor végére még egyszer elmondjuk, hogy a második turnushoz lehet még csatlakozni hozzátok, és egyébként, hogyha a másik oldal figyelmét sikerült felkeltenünk, és valaki valamilyen módon oktatóként, felügyelőként kívánna csatlakozni hozzátok, mennyire van erre lehetőség? Van erre lehetőség, a bridgebusinessschool.hu oldalon megtalálnak a nézők ezzel kapcsolatban is minden információt, tehát hogyha valaki egyetemista oktatóként érzi annak a fontosságát, hogy egy ilyen ügy mellé álljon és oktasson és fiatalokat fejleszen, akkor az oldalunkon tud jelentkezni. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. A kedves televízió nézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látták itt a TV Szentendrén. Viszontlátásra.